Megemlékezést tartott a Petőfi Parkban a Nyugdíjasok Klubjainak Vármegyei Jogú Városi Szövetsége ma délben. Hármas évfordulót ünnepelt ma a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Újabb látványos szakaszához ért az M44-es gyorsforgalmi út új beruházása. Az autóutak mellett több kilométernyi kerékpárút is épül. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Megemlékezésre várta a Petőfi várost a Nyugdíjasok Klubjainak Vármegyei Jogú Városi Szövetsége ma délben. A Petőfi Parkban megtartott eseményen az iskolások és óvodások műsora segített feleleveníteni a márciusi forradalom eseményeit és a szabadságharc dicsőséges küzdelmeit. Először a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak ünnepi műsorával emlékeztek az egybegyűltek ma délben a Petőfi városban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire. Az előadás egyszerre elevenítette fel a márciusi forradalom lelkesítő eseményeit és a szabadságharc dicsőséges küzdelmeit. Ezt követően az Egyetértés utcai Pöttömkert óvoda óvodásai hozták el a forradalom híre utáni örömteli hangulatot a Petőfi Parkba. A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége szeretettel várta nem csak a városrész oktatási és nevelő intézményeit, hanem a városrész lakóit és minden érdeklődőt a Petőfi szobornál megtartott rendezvényen. Az emlékezőket kormányosné Makai Eszter a szövetség elnöke köszöntötte, majd elmondta, büszkék lehetünk, hogy a Petőfi 200-as évfordulón a költőről elnevezett városrészben és Petőfi szobránál emlékeznek meg március 15 eseményeiről. Engert Jakabné alpolgármester ünnepi beszédében kiemelte, március idusán nem csak a magyar szabadság eszme született újjá, hanem a magyar nemzet is, példát mutatva az utókornak. A rendezvény végén a városvezetők, önkormányzati képviselők és a résztvevő intézmények képviselői is elhelyezték koszorúikat Petőfi Sándor szobránál. Számos programmal készülnek Kecskemét és környékén március 15-ére. Kiskörösön Orbán Viktor miniszterelnök 15 órától mond ünnepi beszédet Petőfi Sándor szülőházánál. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére a Kossuth téren tartja megemlékezését Kecskemét önkormányzata, ahol többek között a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az Otthon Hazahív című előadása várja az emlékezőket. Az ünnepi műsorban közreműködik még a Kecskeméti Városi Fúvószenekar, valamint a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület. 11 óra 45 perctől nyílik a Huszártábor, a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesületének reformkori viselet és fegyverbemutatója. A Nyíri Erdőben 14 órakor tartanak ünnepséget. A Szabadságharc 1848-1849 alapítvány és a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari ZRT közös rendezvényén részt vesz a Kiskunhuszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület is, akik csatabemutatóval készülnek. A Ciroka Bábszínházban 17 órától látható a János Vitéz Tiszta Mese című ünnepi előadása. Kiskunfélegyházán a Petőfi téren 10 órakor kezdődik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából tartandó városi ünnepség, melyen beszédet mond Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke. Hármas évfordulót ünnepelt ma a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Az iskola névadásának 50. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is megünnepelték. A jeles alkalmon Szemereinél Pataki Klaudia polgármester mondott beszédet. A városvezető elmondta, újabb Petőfi szobor állítására készül Kecskemét. A himnusszal kezdődött a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda ünnepsége ma délelőtt.
Az intézmény három jeles alkalmat is ünnepelt, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. Petőfi Sándor születésének 200. és az iskola névadásának 50. évfordulóját. A jeles alkalmon részt vett dr. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek, Szemereiné Pataki Klaudia polgármester és Engert Jakabni alpolgármester. Volt és jelenlegi intézményvezetők, pedagógusok és diákok töltötték meg az intézmény nagy termét. A jelenlévőket elsőként dr. Szabó Ildikó, az intézmény vezetője köszöntötte, majd Kecskemét polgármestere szólt a jelenlévőkhöz, aki kiemelte, Petőfi Sándor legfőképpen hazaszeretetével lehet példa a mai fiatalok számára. Petőfi a haza virágának tartotta az ifjúságot. Ez így igaz ma is, ezt a virágot egy közösségnek, egy iskolának ápolni és gondozni kell. A virágoktól szép a kertünk, a virágokból lesz a termés, a gondoskodás, a féltő ápolás, a törődés eredménye. Mit jelent Petőfinek több mint 100 évvel ezelőtt az én hazám? Mit jelent ma egy mai diáknak az én hazám? Hát érdemes ezen elgondolkodni egy kicsit. Egy biztos, a költő szüntelenül jobbítani akarta a világot. A városvezető ismertette, újabb Petőfi szobor állítására készül Kecskemét, és bemutatta az új, Petőfit ábrázoló köztéri szobor tervrajzait. A polgármester arra kérte az intézmény diákjait és pedagógusait, hogy véleményezzék a terveket, hiszen, mint mondta, ha közösséget teremtünk, azt úgy tegyük, hogy azok is a teremtés részesei legyenek, akik minden nap látják, gondozzák majd ezt az alkotást. Az új köztéri alkotás a tervek szerint jövő év március 15-én nagyszabású ünnepség keretében avatják majd fel az evangélikus templom előtti téren. Az ünnepség az intézmény 5. osztályos tanulóinak tanulságos, megható műsorával folytatódott. Az eseményen a diák Petőfiről beszélt a jelenlévőknek Székelyné Kőrösi Ilona történész etnográfus, majd felavatták Petőfi Sándor mellszobrát az intézmény aulájában. Március 15-i ünnepséget tartottak ma délelőtt az Egyményéri úti intézményének udvarán. Az ünnepségen az intézmény diákjai és a pedagógusok zenés, játékos formában idézték fel a 175 évvel ezelőtti eseményeket. A haza örök, és nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, amely lehet, lesz. Kossuth Lajos gondolata ihlette a kecskeméti egymény 1848. március 15-i megemlékezését az intézmény Nyíri úti székhelyén. Az ünnepségen felléptek az iskola diákjai, pedagógusai, a Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesületének tagjai és a Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete. Szavalás, éneklés, kézműveskedés színesítette a programot, így tették kézzelfoghatóvá ezt a történelmi fontosságú napot a tanulók számára. Az ünnepségen az intézmény diákjai és pedagógusok zenés, játékos formában idézték fel a 175 évvel ezelőtti eseményeket. Újabb látványos szakaszához ért az M44-es gyorsforgalmi út beruházása. A 44-es főúton vagy Szentkirály felé haladva az autósok több kilométernyi kerékpárút és számos új csomópont egyre jobban látszódó vonalait fedezhetik fel. Emellett a napokban a Szentkirály előtti útszakaszon elkezdődött a több mint 8 kilométernyi aszfalt felújítása. A szakemberek marási munkálatokat végeznek a 4622-es jelű úton. Az előkészítés várhatóan március végéig tart, majd megkezdik a MART felületen az aszfalt beépítését. Ezután folytatódnak a felújítások a település és az épülő M44-es gyorsforgalmi út csatlakozásáig. A Szentkirályi út és a 44-es főút találkozásánál turbókörforgalmat és kerékpáros átvezetéshez szükséges aluljárót épít a kivitelező. Szentkirály északi felén pedig egy új elkerülő biztosítja majd, hogy az M44-es csatlakozása felől érkező forgalom ne zavarja a település közlekedését. Az elkerülő építése Szentkirály mindkét végén átrajzolja az utakat. A térséget érintő útfelújításokról mai Kiemelő című magazinunkban láthatnak bővebb összeállítást.
A kecskeméti sportiskola növendékei kiváló eredményeket tudhatnak maguk mögött az elmúlt időszakban. A mai napon őket ünnepelték a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. 11 sportágatól áll fel a Kecskeméti Sportiskola tevékenysége. Az elmúlt időszakokban több kiváló eredmény is született. A fiatalokat a mai napon köszöntötték a Kecskeméti Atlétikai Sportcentrumban. A fedett pályás bajnoki szezonban 11 bajnoki címet szereztek a kesi karc fiataljai. Főként, amivel most tudunk a szezon elején a sportpályázati pályázatok segítségével, eszközökben, sportfelszerelésekben, ruházatokban, és természetesen a versenyekre való utazásokban, felkészülésekben tudunk főként segíteni a szakosztályok, az edzők részére. Úgyhogy ezeket is próbáltuk összeszedni, a pályázatokban benyújtani, ennek ezeknek várjuk az elbírálását, ami rövid időn belül meg fog történni, és utána ezeket az eszközöket, felszereléseket be fogjuk tudni szerezni a szakosztályok részére, és igyekszünk ezzel is segíteni a szezon további részét. Kis Roland 3 magyar bajnoki címet szerzett az atlétikai országos bajnokságon, Deák Zalán 60 méteres és a 200 méteres síkfutás U18-as magyar bajnoka, Faragó Rómeó ezüstérmes 60 méteren U20-as korosztályban. A három fiú a mai napon sportcipőket váltett át a Kecskeméti Atlétikai Sportcentrumban, elismerve az elért eredményeiket. Azonban a fiúk mellett a lányok is szép eredményeket értek el U13-as, U18-as és U20-as korosztályban, atlétikában, több próbában és súlylökésben. A mai napon őket is köszöntötték az intézményben. Az elért eredményekről és a fiatal kiváló sportolókról bővebben is beszámolunk a mai Kiemelő című magazinunkban. 5. alkalommal rendezték meg az Oroszlán Kupa Lions megyei sportversenyt. Sérültek és egészségesek alkották a csapatokat a vetélkedőn, amelyet az értelmi sérüléssel élők számára szerveztek. Összesen 12 csapat mérte össze tudását. 12 csapat mérte össze erejét ma a 2. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. 5. alkalommal szervezték meg az Oroszlán Kupa Lions megyei sportversenyt. Az esemény a Kecskeméti Szent László Lions Klub és a Mosoly-sziget értelmi fogyatékosok nappali intézménye szervezésében valósult meg. A versenyt minden évben az esélyegyenlőség jegyében szervezték meg, sérültek és egészségesek alkották a csapatokat a vetélkedőn. Egészségügyi kvíz, színes labda célba dobás, pezőlt kirakás, kosárlabda, kapurarugás, kincskeresés és sportpohár várta többek között a versenyzőket a mai napon. Összesen 14 feladatot kellett teljesíteni a résztvevőknek, akiknek idén is a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kadele Közgazdasági Szakgimnázium diákjai segítettek. A régi hagyomány a mai napon is nagy népszerűségnek örvendett. A nap végén mindenki értékes díjjal és élményekkel gazdagodva ment haza. Ma délelőtt megtartották a Ruszt József Stúdiószínházban William Shakespeare Macbeth című tragédiájának sajtónyilvános főpróbáját. Az előadást Kovács Leher rendezte vendégként. A Macbeth a hatalomvágy darabja. A hatalomvágyé és a lelki furdalásé. Shakespeare legrövidebb, helyenként egyenesen balladára emlékeztető szerkezetű, de rendkívül sűrű tartalmú királydrámája. Macbeth egy sikeres csatát megnyerve éppen újabb előléptetést kap királyától, amikor három boszorkánytól megtudja, király lesz belőle. A nála megszálló királyt meg akarja ölni, de vívódásai miatt egyre inkább elszáll a bátorsága. Felesége Lady Macbeth végül férfias fellépésével és határozottságával ráveszi a királygyilkosságra. A király környezetéből megmenekülnek néhányan, és készülnek letaszítani a méltatlanul megszerzett trónról Macbethet. Egy újabb jóslat miatt a címszereplő szinte sérthetetlennek érzi magát, de végül kiderül, a jóslatoknak hinni óvatlan és az életébe kerülő jogi szeműség volt. Dióhéjban ennyi a Macbeth története, amelyet a hétvégén mutat majd be közönségének a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Kovács Lehel rendezésében. A 400 évvel ezelőtt papírra vetett történet a 11. századi Skóciában játszódik, de a tárgya, a hatalom akarása minden korszakban egyaránt létező és nem is sokat változó jelenség. Macbeth aktualitása a hatalommal szembeni örökös tánc és mámor és mély gödör, az nem tud nem aktuális lenni, hiszen ez egy
az emberiség örök átkainak talán egyike. A címszerepet Orth Péter alakítja rendkívül összetetten. Lady Macbeth szerepében méltó társa Merz Fruzsina, aki eddigi pályafutásának zenitjeként tekint a feladatra. A színésznő nem felbújtóként közelített Lady Macbeth figurájához, sokkal inkább olyan szövetségesnek tekinti a karaktert, aki képes hatékonyan erősíteni a társát. Az előadás 21. századi milliőben játszódik. Minden szereplő, beleértve a gyermekszereplőket is, a legjobb formáját hozza, nincs a darabban gyenge alakítás. A Krisztik Csaba nevéhez köthető zene csak tovább emeli az előadás magával ragadó, sodró lendületét. A darabot március 17-től tekinthetik meg a Ruszt József Stúdió Színházban. Március 15-én véradó akciót tart a Ciro Kabáb Színház. A teátrum várja mindazokat, akik szeretnének segíteni a rászoruló betegek gyógyításában. Az Itt az idő agyvért, hogy segíts elnevezésű rendezvény célja, hogy emlékeztessen a 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, és felhívja a figyelmet a véradás fontosságára. A véradásra 13 óra és 16 óra 45 perc között van lehetősége az önkénteseknek a Báb Színházban. Az akcióra előre lehet időpontot foglalni a ciroka.hu-n közzétett linken keresztül. Természetesen időpontfoglalás nélkül is lesz lehetőség véradásra. Minden véradó és kísérője ingyen tekintheti meg délután 5 órakor a János Vitéz című előadást. Petőfi Sándor meséje eredeti szöveggel, de modern környezetben kerül színpadra. A feldolgozásban az idősebb János Vitéz egy mosodában mondja el a történetet. Így a mese a képzeletbeli Petőfi utcai Iluska mosodában elevenedik meg. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Megemlékezést tartotta a Nyugdíjasok Klubjainak Vármegyei Jogúvárosi Szövetsége ma délben, ha a Petőfi Parkban az iskolások és óvodások műsora segített feleleveníteni a márciusi forradalom eseményeit és a szabadságharc dicsőséges küzdelmeit. Hármas évfordulót ünnepelt ma Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda, az iskola névadásának 50. az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. és Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját is megünnepelték. Újabb látványos szakaszához ért az M44-es gyorsforgalmi út beruházása. A 44-es főúton vagy Szent Király felé haladva az autósok több kilométernyi kerékpárút és számos új csomópont egyre jobban látszódó vonalait fedezhetik fel. A Kecskeméti Sportiskola növendékei kiváló eredményeket tudhatnak maguk mögött az elmúlt időszakban. A mai napon őket ünnepelték a Kecskeméti Atlétikai Centrumban. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Híróránkat hamarosan Kiemelő című magazinunkkal folytatjuk. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei során számos kecskeméti kötődésű személy játszott meghatározó szerepet. De hogy milyen titkokat rejt a híres város történelme, arról is szólunk mai magazinunkban. Megmutatjuk azt is, milyen változásokkal találkoznak majd az autósok, ha az új 44-es Szent Király térségében autóznak. Mindezek után ifjú sporttehetségek mutatkoznak majd be a kiemelőben. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 48 perckor, 22 óra 36 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 48 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal csütörtökön a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Március 15-én felhős, borongós idő lesz az ország nagy részén. Csak a nyugati és az északnyugati tájakon szakadozhat fel a felhőzet a délutáni órákban. Kezdetben többfelé délután a középső tájakon, az Alföldön és az északi középhegységben valószínű eső, helyenként átmenetileg havas eső, havazás. Az északi-északnyugati szél sokfelé erős, viharos lesz, napközben 2-10 fokra van kilátás. Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből kisebb zápor, hózápor kialakulhat. Többfelé élénk keleten erős lehet az északi-északkeleti szél, hideg lesz a reggel, délutánra 7 és 12 fok közé melegedhet a levegő. Pénteken valamivel több, szombaton kevesebb felhő lehet az égen. Említésre méltó csapadék egyik nap sem valószínű. A délkeleti szél elsősorban északnyugaton támadhat fel mindkét nap, reggelente többfelé fagyhat, pénteken 8-14, szombaton 11-16 fokra van kilátás a délutáni órákban.